Az Állam és Jogtudományi Karon lévő kriminológiai tanszék tanszékvezetője vagyok, és a 2011 óta a karon belül működő kriminológiai mesterszaknak a szakfelelőse. Én 1981-ben kezdtem az oktatói pályámat a Miskolci Egyetemen, az akkor ott megalakult Állam és Jogtudományi Karon. 2004-ben jöttem az ELTE-re, a kriminológiai tanszékre, és hát azóta dolgozom ezen a tanszéken, és vagyok a tanszéknek a vezetője. 2007-ben alkotmánybíróvá választottak. Ez egészen ennek az évnek az áprilisáig tartott, a 9 év akkor telt le. Oktatóként alapvetően a fiatalkorúak büntetőigazság szolgáltatásával, a kábítószerbűnözés, kábítószerpolitika kérdéseivel foglalkoztam. A tanszéki munkatársaimmal együtt hoztuk létre alapvetően azt a most megjelent 1000 oldalas kriminológia tudományos szakkönyvet, amely nyugodtan mondhatom, hogy egyedülálló a kriminológia hazai történetében. Meg kell említsem a szerkesztőtársaimat a tanszékről, Göncöl professzorasszonyt, Borbíró Andrea tanárnőt, aki a főszerkesztője a könyvnek, én is a szerkesztője vagyok, és a tanszékről mindenki szerzőként közreműködője ennek a 35 fejezetből álló munkának. Egy nemzetközi összehasonlító kutatásba bevontak 2015-ben, amely kutatásnak az eredménye illetvetik tartó szabadságvesztés és emberi jogok címmel a Hart kiadónál angol nyelvű könyvként jelent meg most, és abban az én fejezetem az a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkotmányosítása Magyarországon. Azóta is foglalkoztat ez a kérdéskör. Alapvetően az, hogy szükség van-e tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre, ahol van, ott az emberi jogi korlátai mik lehetnek ennek. Novon követtem a Európai Emberi Jogi Bíróságnak, azaz a Strasbourgi Bíróságnak az esetjogát, amely elég egyértelmű követelményeket támaszt azzal kapcsolatban, hogy az egyezménynek mikor felel meg egy ilyen büntetés, ha egyszer egy országban létezik. Talán két kritériumot kell mondani. Az egyik az az, hogy mindenképpen a szabadulás lehetőségét, annak az esélyét biztosítani kell a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltnek, és hogy akit ilyen büntetésre ítéltek, akkor 25 év elteltével meg kell vizsgálni azt, hogy szabadítható-e vagy sem. Hát a magyar szabályozás az nem felel meg a strasbourgi kritériumoknak, és ennek következtében Magyarországot immár kétszer elmarasztalták. A kutatásomat azt két okból folytatom, az egyik az egy elméleti, tudományos, szélesebb körű összehasonlító vizsgálatot szeretnék, hogy más országokban, ahol ilyen büntetés van, akkor hogyan szabályozzák. A másik pedig, hogy a kutatási eredményeimmel hátha befolyásolhatom azt, hogy a strasbourgi követelményeknek megfelelő szabályozás legyen.